Ez a mai egyenes beszéd kínálata. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jó estét a vendégeknek, szervusztok, Kiszeli Zoltán és Vasali Zoltán, két Zoltán itt velem szemben, politológusok, szervusztok. Orbán Viktor a sajtószabadság ellenségei közé sorolta a Riporterek határok nélkül. Ő az első uniós vezető, aki felkerült erre a listára. Kezdjük ezzel, ugye ma tették közzé ezt a listát. Kik vannak ezen egyébként, mit tudunk erről? Hát Lukasenkától kezdve olyan emberek Európán kívül, akik tényleg nagyon durván léptek a sajtóval szemben. Az, hogy ő európai politikusként először így előre került ebben a listában, azért itt azért talán picit finomabb eszközök a más, tehát Kim Jong, tehát a Dél-Koreától kezdve olyan figurák vannak, akik azért sokkal radikálisabb politikai vezetők szerintem, mint Orbán Viktor. De ami még érdekes, nem tudom, láttátok-e, de hogy ennek a szervezetnek áprilisban jelent meg egy jelentése Magyarországról, és akkor ott annak az volt a fő címe, hogy nem tudom, nagyon sokat estünk a listán, és ott tételesen fel van sorolva az, hogy mi ennek az oka. Hát 180 ország van ezen a listán. Én nekem erről rögtön mindig Churchill jut eszembe, aki azt mondta, hogy ő csak azt a statisztikát hiszi el, amit saját maga hamisított. Tehát ez arról szól, hogy vannak szervezetek, amelyek saját maguknak létrehoznak egy valamilyen fajta mércét, valamilyen fajta skálát, és ezen a saját maguk által létrehozott skálán az általuk felkért szakértőket kérdezik meg, akik ezen a skálán mérnek le országokat. Az tehát világos, de ha mindig az a skála, és mindig azt nézzük, és évről évre mindig azt nézzük, akkor almát almával hasonlítunk, nem? Igen, de az almát az almatermelők hasonlítják össze, és nem a körtetermelők, vagy a gyümölcstermelők. Tehát igazából, hogyha azon a skálán mérjük, amit mondhatjuk balliberális csapat állított össze, akkor nyilván, hogy ezen a skálán Magyarország sosem szerepelhet jól, mert ezen a skálán eleve úgy vannak meghatározva a szempontok. Mondok egy példát, a média sokszínűsége, vagy sok központúsága. Pluralizált média, mondjuk. Nem, próbálok úgy fogalmazni, ugye, hogy a brüsszeli dokumentumok is. Tehát az a lényeg, hogy magyarul az, hogy Németországban van 6 média konglomerátum, és ebből kettőt Angela Merkel barátnői birtokolnak, a Bertelsmann és a Springer özvegy birtokol két nagy média konglomerátumot Németországban, ez olyan nem jön elő. És akkor nyilván, amikor nézik ezeket, akkor Magyarország ezért rossz pontot kap, hogy koncentrálódik a média, mint nyugaton is koncentrálódik a média, és például ezt nekünk fölróják nyugaton, valahogy ez meg a piac így hozta. Csak eddig nem rótták fel, bocsánat, tehát ugye eddig nem voltunk rajta ezen a listán, mint Orbán Viktor nem volt rajta. Igen, tehát egy politikus személyként Orbán Viktor újdonság, de hogyha megnézzük magát a módszertan, Zolival sokat vitatunk, a Freedom House-tól kezdve a Transparency-nél Zoli ugye vitatja a módszertant, én meg azt mondom, hogy jó, lehet, hogy ez egy picit ideológiailag meghatározott, de pont abból a szempontból következetes, hogy évről évre nézi, és hogyha megnézzük magát a jelentést, akkor ott látszik az, hogy az Indextől az Origo átalakításig tételesen fel tudják sorolni azt, ami a magyar média viszonyokban ilyen tekintetben brutálisan megváltozott, és ez mondjuk európai szempontból nem túl sokszínű. Lehet mondani a német példát, én értem, hogy mindig ezt hozott föl, és hogy ebből a szempontból lehet valami kis kettős mérce, de ettől függetlenül sokan elfogadják ezt a jelentést, és van relevanciája. Hoztad az Index példáját, hát abból kettő lett, mert van egy Index, meg van egy Telex. Akkor, ha már itt médiumokat nevezünk, volt eddig ugye egy 168, most van egy 168, meg egy jelen. Tehát eddig egy volt, most kettő van, és akkor ez a média korlátozás. Nem biztos, hogy önszántókból. Tehát, hogyha a Telexeseket megkérdezed, akkor valószínűleg más mondanak. Én úgy tudom, hogy ők döntöttek így, tehát ez az ő döntésük volt, kollektív döntésük volt, csak azt arra akarok utalni, hogy amikor azt mondják, hogy csökken a média szabadság, szaporodnak az ellenzéki lapok. Én ennek örülök, hogy több hang van a médiában, csak én megítélésem, és itt vitatkozom ugye a skálával, vagy a mércével, hogyha több ellenzéki médium van. De most akkor az Indexet az ellenzéki médiumhoz sorolod? Igen. Én igen. Ebben megosztottak vélemények, de igazából, hogyha arról beszélünk, hogy amit te előbb mondtál, hogy ki finanszírozza az, amiket te ilyen sokszínűnek mondasz, ott azért a piacról próbálják ezt a finanszírozást megteremteni. Neked is volt heti laphoz közöd az utóbbi időben, te is nagyon jól tudod, hogy a hirdetési piac ilyen szempontból a lehetőségeket meghatározza. Tehát én arra utalok ezzel, és szerintem a jelentés is utal, hogy ebből a szempontból a magyar rendszer torz. Lehet vitatkozni a magyar rendszerről, világjelenség az, hogy a közösségi médiumok elszívják a reklámtortának nagyjából a felét, hiszen a reklámok nagy része már nem a hagyományos médiumoknál jelenik meg, hanem a közösségi médiumoknál. Nem egyre gondolsz, hogy közösségi médiumoknál? Nem, a közösségi oldalakra, értem, a kereső oldalakra gondolok. Igen. Nem, és egyrészt, hogy a piaci cégek maguk döntik el, hogy hová helyezik el a hirdetésüket, tehát egy nagy koncernnek, amelynek nagyobb az éves forgalma világszerte, mint Magyarország GDP-je, aznak nem lehet megmondani, hogy most kinél hirdessen, vagy kinél ne hirdessen. Az állam meg nyilván hirdet valahol. Én úgy tudom, hogy az ellenzéki médiumokban is hirdet az állam. Például a Népszavában képviselőtársaság. De van, aki befogadja, az ő döntésük. Ha befogadják,
befogadják, ha nem fogadják, nem. Igen, fogadják. De mondjuk az állam azért mondjuk ebben a rendszeren belül túlhirdett, tehát hogy nagyon nagy szereplővé vált. Tehát az, hogy meghatározza, hogy melyik sajtóorganum maradt talpon és melyik nem, vagy ebben nagyon nagy beleszólása van, ezen a rendszeren belül ezt a torzítást növeli. Menjünk tovább, egy kérdés még, ugye azt mondta Zoli, hogy ezeknek a szervezeteknek a listáin, vagy a statisztikáin sosem szerepel jól Magyarország. Miért nem? Hát ha a lista olyan, hogy... Miért hogy mindig csak mi nem? Hát nem csak mi egyébként, tehát lehogy mondjuk Szlovénia is majd csökkenni fog, Lengyelország is csökkenni fog, Lengyelországban is elindult a média koncentrációja, az állami olajtársaság fölvásárolt egyébként német befektetőktől, tehát a német befektetők adták el, mint ahogy Magyarországon is több médiumot külföldi befektetők adtak el. Ne aggódjunk, Lengyelország is csökkenni fog, Szlovénia is csökkenni fog, előbb-utóbb Csehország is csökkenni fog, Olaszországban januárban, ha kormányváltás lesz, Salviniék kerülnek kormányra, előrehozott választás lesz, majd Olaszország is csökkenni. Ez különben a jelentés külön meg is edzi Lengyelország és Szlovénia példáját, hogy a magyar mintát követik, tehát hogy ez kétségtelen tény, hogy ebben is van következetesség, ebben a kritikában is. Így van, hát a szlovén miniszterelnöknek példaképpen Orbán Viktor ezt el is mondja. Na menjünk tovább, a kormány egyébként azt mondta erre, hogy soros szervezet tulajdonképpen ez a szervezet, mármint a Riporterek határok nélkül, és azért vezetem át ezzel a következő témánk, ugye az, hogy most már nem Soros, hanem a fia lesz az egyik ellenségkép a kormányzati kommunikációban? Még csak az átvezetéshez, hogy pont a Riporterek határok nélkül jegyezte meg azt, hogy mert ugye őket is megvádolták ezzel, talán pont a Fidesz kommunikációban jelent meg most az, hogy őket is a Soros finanszírozza. Ők leírták konkrétan azt, hogy a nagyon pici bevételük van a nyílt társadalom alapítványból. A kormány viszont egyértelműen leírta, hogy ez a szervezet egy Soros szervezet. Igen, igen, azt, igen, ez most legyen az ő dolguk, de visszatérve arra, amit kérdeztél, én rá kellett keresnem, hogy akkor most melyik Soros fia kategória, és találtam egy origó cikket, azt hiszem, hogy a múlt hónap végén, ahol leírják azt, hogy holland politikusokkal találkozott, és hogy ilyen, hát egy fotó van, vagy két fotó van, ahol van egy ilyen közös találkozás, és ebből következtetnek arra, hogy akkor itt van egy olyan átfinanszírozás, ami majd így... Te megpróbáltad kinyomozni, hogy mire gondol a kormány. Mire gondol, igen, igen, pontosan. Hát, hogy bátrabban kell forgatni azokat az oldalakat, mert ha megnézzük, hogy... Ne terhelj túl, Zoli. Tehát, hogy igen, de parancsolj. Nem, hát ugye, hogyha kicsit visszább mentél volna a keresőben, akkor megtaláltad volna, hogy Soros György, amikor Brüsszelben járt, ugye, ahol a Juncker előző bizottsági elnök többször fogadta, legalább kétszer, egyszer elvitte a fiát is úgymond bemutatni, vizitáltak, Brüsszelben vörös szőnyeget terítettek ki előttük, és hát ha megnézzük, valóban Alex Sorosról van szó, az egyik fia, és hát ugye ő az, aki talán a politikai örökébe lép, együtt vannak több testületben, tehát tagság is, mind a kettő több testületben, és úgy tűnik valóban, hogy Soros György inkább visszavonul, a nagy kérdésekkel foglalkozik, vagy néha ír cikkeket, mindig azt javasolja, hogy az Unió vegyen fel 1 000 milliárd euró hitelt, hol a migránsok betelepítésére, akkor volt egy ilyen ötlete 18-ban, hogy Afrika újjáépítésére kéne az Uniónak 1 000 milliárd euró hitelt fölvenni. Most éppen az a koronajárvány miatt javasolta Soros György többször is egyébként, hogy vegyünk föl 1 000 milliárd euró hitelt az Unió, és örök járadék kötvény formájában örökké fizessük a kamatokat. Tehát Soros Györgynek ilyen korszakváltó ötletei vannak, és a fiára bízza szerintem ezeknek a megvalósítását, és valóban Alex Soros ott volt Brüsszelben, találkozik a térségben különböző vezető politikusokkal, és hát a Soros hálózat, ahogy hívjuk, ugye leegyszerűsítve, de találóan szerintem ez továbbra is finanszírozza azokat az NGO-kat, azokat a médiumokat, ugye Magyarországon is van olyan internetes oldal, amelyben Soros György alapítványának az ügyvédei ülnek a kuratóriumban, tehát közvetlenül ott vannak benne, és hát ez a hálózat működik, próbálja politikai befolyását az Unióban érvényesíteni. Én azt gondolom, hogy itt ennek van egy gazdasági lába is. 1 000 milliárd euró hitel azért az nem kevés. Egy pillanatra, hogyha megállunk, bocsánat, mindjárt átadom a szót, tehát hogy ezt hogy képzeljük? Tehát, hogy Soros fia meglátja ezt a törvényt, vagy valaki az orrá elé dugja, és fú, hát ez egy borzasztó, az a törvény, felhívja a civil szervezeteket, hogy gyorsan hívják az uniós vezetőket, hogy gyorsan kezdjenek el tiltakozni a törvény ellen, vagy hogy megy ez? Mert ezt nagyon nehéz elképzelni. De mi pont a járvány után azon gondolkoztunk pár elemző, hogy vajon a kormány hogyan fogja tudni Soros ügyet, meg a migráció ügyét visszacsempészni a magyar nyilvánosságba. És én pont erre mondtam ezt most a legutóbbi hír azért mégiscsak ez a közös fotóhoz köthető. Az, hogy van valaki lobbizik a saját politikai érdekében, az önmagában szerintem ebben a rendszerben még nem bűn. Tehát az, hogy a Soros ebből a szempontból egy ilyen nagy ellenség képé vált, hát a saját érdekei szerint próbál meg eljárni. Ez tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, csak egy befolyással él, amit szerintem nem kell így leleplezni.
Hát 1000 milliárd euró azért az nem kevés, Brüsszelben sem kevés. Ugye... Afrikának? Vagy mire gondolsz? Nem, ő mindig, az, nem, az, az, az ürügy az mindig más. Ugye hol a migránsok betelepítése volt, hol Afrika újjáépítése most. Tehát mi nem mit találjuk ki Sorost. A kormány azért tud Sorosra hivatkozni. De most Soros fia, hogy jön a pedofil? Most mondom, hogy a Soros György mindig bejelentkezik. Tehát most is három cikket írt a járvány alatt. Nem mondja a véleményét. Tehát ez miért akkor a dráma? Hány magyar állampolgár olvassa ezeket a véleményeket? Tehát hogy az NGO-kon keresztül milyen hatása van? Oké, én azt értem, de hogy miért annyira nagy dráma ez? Ezt nem értem. Hát az a dráma, hogy mindig elmondtuk az, hogy ő nem kiáll, hogy ezt és ezt szeretnénk, szavazatok rám, hanem pont ezt a befolyásolást használja arra, hogy a közvéleményt úgy alakítsa, megteremtse azt az igényt, pont ezeken az NGO-kon és a médiáján keresztül, hogy utána úgy döntsenek, fölvegye az Unió azt az 1000 milliárd euró hitelt, például a betelepítési kvótán vagy más kérdéseknél, tehát ő nem egy egyenes utat jár, hogy kiáll a választók elé és megkéri a támogatásukat, hanem egy ilyen befolyás, soft politics-nak hívjuk, befolyásolásnak, és ennek az eredménye ugyanaz lenne, csak ez nem egy egyenes út szerintem, hanem egy olyan út, ami egy manipuláció. Én értem, és nem akarom kategorizálni, de hogy szerintem ez kicsit a politika privilegizálása. Tehát az, hogyha azt mondjuk, hogy csak a pártok, akik elindulnak a választásokon, képviselhetnek politikai véleményt, ez nonsens. Ezt mondja általában a Fidesz az NGO-kra is. Tehát, hogy ez nem így van. A közéletben, a civil szervezeteken keresztül is bele lehet szólni, az a súlyát ennek szerintem ilyen szempontból nem csökkent. A képviseleti demokráciában pont ugye a szavazók a demokratikus választáson. Az egyik része. Igen, az egyik vannak része. Vannak érdekszervezetek, ezt nem vitatom, meg nyilván működnek is, csak a döntéseket a politikusoknak kell meghozni. De az, aki politikával foglalkozik, azon nem feltétlenül kell elindulni a választásokon, tehát nem az legitimizálja el, csak kizárólag, tehát nem csak az foglalkozhat politikával, aki elindul a választásokon. Én meg csak erre itt olyan kérdésekről beszéltünk, hogy mondjuk kik lakjanak itt, kikkel éljünk együtt, hogy 1000 milliárd eurót az uniós szinten felvegyünk. Arról beszélünk, hogy ki mondhatja el a véleményét, nem a témákról beszéltünk. De itt pont ezt mondtam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elmondja a véleményét, mert mondja el a véleményét, persze, de arról van szó, hogy ő ezt úgy akarja megváltoztatni, hogy nem méretteti meg magát, nem mondja el így a szavazóknak, hogy mit szeretne, hanem a saját befolyási rendszerén keresztül próbálja úgy megváltoztatni a társadalmat, perléssel elérni azt. Láttuk, a népszavazásnál beavatkoztak ezek a szervezetek, ott nem pártok, hanem civil szervezetnek mondják magukat, és a népszavazásnál, például a bevándorlásnál a bevándorláspárti álláspontot támogatták, amikor még pont az 1000 milliárd eurót a bevándorlásra vette volna fel az Unió. Tehát szépen összejönnek ezek a szálak. De felvette az Unió? Végül is nem vette fel, de ezért akkor, jött utána. Akkor pont is. És térjünk vissza arra, amit én kérdeztem, mert tulajdonképpen azt kérdeztem a Sörös György fia, hogy önökébe, és mit akar azzal elérni, hogy ő áskálódik a magyar úgynevezett pedofil törvény ellen. Tehát, hogy ez hogy tud működni? Mert ugye azt mondta Zoli, hogy ők elemzőkkel azt kezdték el találgatni, hogy tudja a kormány visszahozni ezeket a kérdéseket a kampányba, vagy hogy talál alkalmat. Nem kellett egy hét, mert hogy tulajdonképpen megtalálta a választ. Eddig az volt, hogy senki, illetve az volt az egyik, hogy senki sem olvasta a törvényt. Most a pedofil törvényről beszélek, most már ott van Soros fia. Igen. Megnézzük, bocsánat, még egyszer. Tehát ugye, hogy most például ott tartunk, hogy egy kötelezettségszegési eljárást indít ugye Brüsszel, ehhez keresnek érveket, és ugye ezek a szervezetek, most itt a médiáról beszéltünk, de biztos vagyok benne, hogy majd jönnek a további jelentések a megfelelő NGO-któl, amik Magyarországot szintén majd le fogják sorolni, például pont a gyermekvédelmi törvény kapcsán, és akkor ugyanezt a játékot el fogják játszani, és a vége az, hogyha Brüsszel egy kötelezettségszegési eljárást indít, amely majd az Unió bíróságához jut, ahol a bírákat egyébként ugyanezek a szervezetek érzékenyítették, például a kisebbségi jogokra, tehát ez megint zárul a kör. Tehát elindítják az egyik oldalon például ezeket az aggódásokat, a leminősítéseket. A Brüsszelben, mint mondtam, Soros György bemutatta a fiát a brüsszeli döntéshozóknak, Franz Timmermans, az uniós biztos, azzal büszkélkedik, hogy ő Soros György barátja, és ezek, tehát ott van, ott megvan ez a hálózat Brüsszelben. Megvan hozzá a joga, Zoli, tehát esetleg ráadásul most az amellett érvelsz, tehát az uniós intézményekről úgy beszélsz, mint hogy az összes intézmény vezető, a bizottság elnökétől kezdve most már a bírókat is avval vádolod, hogy az is ők is érzékenyítésen estek át, mint hogyha ők is Soros zsebéből játszanának. Tehát ez már szerintem, csak egy mondat még, szerintem ez most nem téged akarok ebben megbántani, ez már kifejezetten az összeesküvés elmélet kategória. Na persze, amikor kiderülnek ezek az összefüggések, akkor ez összeesküvés elméletek nincsenek, összeesküvések vannak. Én nem azt mondtam, hogy a kérdésedre válaszolt, nem az, hogy most Alex Soros ül a hátsó szobában és fölhívja. Szerintem vannak összefüggések, nyilván ezért fontos, hogy mi is elmondjuk a véleményünket európai szinten, ezért alakult az a pártszövetség egyébként, az a nyilatkozat, amiben a Fidesz is belépett a konzervatív pártoknak, hogy uniós szinten is lehessen ellensúlyt, ellennyomást felépíteni. Tehát ez nem egy lejátszott meccs, azért kell pont a politikában erőt felépíteni, de én az mellett érvelek, hogy ezt politikusok tegyék, akiket megválasztottak, akik elszámoltathatóak a választáson, és ne olyan NGO-k vagy újságírók, médiumok, amelyek vagy ezt mondjuk nagyvállalatok.
De már nagyon messzire vezetne, úgyhogy most már egy fél mondat van. De nem, csak én azt akartok, ilyen szempontból csak ispitelni tudnám magamat. Tehát, hogy kiemeled a politikai szereplőket a legitimitásuk miatt, de ehhez képest a politikát mások is befolyásolják, és nekik is van hozzájoguk, nem csak az, aki elindul a választáson. Köszönöm, hogy jöttetek.